Nagy átalakulás figyelhető meg az autóiparban, különösen a hűtő-fűtőrendszereket előállító ágazatban, amelyben a Continental makói telephelye is tevékenykedik, mondta Szűrszabó Levente igazgató sajtótájékoztatóján. A területen minden szakember és a német vezetés is azt prognosztizálja, hogy a jövőben felesleges kapacitásokkal fognak rendelkezni, ezt a helyzetet pedig valahogy kezelni kell. Ez a tendencia a településünkön működő üzemben is érezteti hatását. 2021-ben október hónappal bezárólag 37 saját és 53 kölcsönzött munkavállalótól voltak kénytelenek megválni, ez pedig évvégéig tovább folytatódik, az említetteken felül további munkahelyek is megszűnnek majd. Azt lehet látni, hogy a rövid távú folyamatokat, amit korábban említettem, a félvezető hiánya, az elektromobilitás térnyerése, a nehezen átállása az új technológiákra, az azt mutatja, hogy rövid távon, mostantól, körülbelül december végéig vagy január elejéig fölösleges kapacitásokkal rendelkezünk, illetve fogunk rendelkezni. Ez körülbelül ilyen 140 főben lehet megfogalmazni. A gyárigazgató arra is rávilágított, hogy a következő hónapokban hogyan fogják kezelni a további elbocsátásokat. Főként kölcsönzött állományról beszélünk. Ugye ez egy olyan rugalmassági elem minden gyár életében, a miénkben is, amihez fájó, de könnyen hozzá lehet nyúlni. Mindent megteszünk természetesen azért, hogy ez a folyamat amennyire tudjuk lassítsuk. Bármilyen visszarendeződés megfigyelhető a következő hetekben, hónapokban. Bár egyre kisebb esélyt látunk rá, de ha mégis úgy lesz, akkor annak megfelelően fogunk intézkedni. Mint elhangzott, az üzemnek jelenleg 1500-1600 dolgozója van, ebből körülbelül 250 inaktív munkavállaló. Arról televíziónk nem kapott információt az eseményen, hogy a szóban forgó elbocsátási hullám hány makói családot érint.